A komáromi futsalbajnokság 5. fordulója zajlott az elmúlt hétvégén. Felvételeinken az Anaplast KFC IFI, valamint a Bauring FC Aureos csapatainak mérkőzésébe nyújtunk rövid betekintést. A bajnokságban 14 csapat szerepel, és mint azt a bajnokság főszervezője, Ehrenberger Erik elmondta, a bajnokság november 2. felében kezdődött el, a döntőre pedig február 22-én kerül sor. Először az alapszakaszban mindenki mindenkivel alapon mérkőzze meg a csapatok, majd a rájátszásban az első 8 helyezett játszik kieséses alapon a bajnoki címért, az alsóház 6 csapata pedig a 9.-14. helyért. 5 forduló után már kialakult az élboly. Nagyjából azok a csapatok alkotják, amelyikek a tavalyi bajnoki évadban is az élvonalhoz tartoztak. Ezek a Bauring, Oxigén, Barracuda, Litovel, az FC Doki és az Anaplast csapata. Az élmező csapatai közül bárki bárkit képes legyőzni. Ehrenberger Erik azt is elmondta, hogy a bajnokság azért zajlik ilyen gyors ütemben, mert a csapatokat nagy átlagban aktív labdarúgók alkotják. A futsal bajnokság kezdetét csak az őszi labdarúgó szezon után lehetett elkezdeni, de a tavaszi idény kezdetéig, március első hétvégéig be is kell fejlődni.